Az elektronikus jegyrendszer utolsó elemét, a mágneses kártyát is elkezdték forgalmazni a Kolozsvári Közszállítási Vállalat központi jegyirodájában. A rendszer részeként korábban kártyaolvasókat és jegyautomatákat helyeztek el a buszmegállókban, utóbbiakat tavaly ősszel kezdték beüzemelni. A hagyományos jegyek és bérletek helyett már mágneses kártyát is igényelhetnek a tömegközlekedési eszközöket használó kolozsváriak. Az ötlejes kártya 3 évig érvényes, ezt a jegyirodákban vagy automatáknál a kívánt jegy vagy bérlet típussal lehet feltölteni. A rendszerről a régi jegypénztáraknál szórólapokkal tájékoztatják az utasokat. Kétféle jegyet is feltölthetnek, egy utazásra szóló vagy egy időintervallumra érvényes jegyet. Kapcsolódó információkat a szórólapjainkon közlünk, de mivel sok újdonság van, arra kérjük az érdekelteket, hogy a honlapunkon is olvassanak utána a rendszer használatának. A mágneses kártyát rövid idő alatt be lehet szerezni. Az űrlap kitöltése után az igénylőről helyben fényképet készítenek, és kézbe is kapja a kötelezően legalább egy-eggyel feltöltött kártyát. A közszállítási vállalat által bevezetett elektronikus rendszer új típusú jegyek és bérletek vásárlását teszi lehetővé. 2, illetve 4 leért, fél óráig, illetve 1 óráig használható jegyeket vásárolhatunk, az érvényességi idő alatt pedig korlátlanul válthatjuk a tömegközlekedési eszközöket. Egy le alá is lemehet egy útára abban az esetben, hogyha 60, illetve 120 utazásra alkalmas bérletet vásárolunk. A klasszikus nyomtatott bérlet és jegyrendszer, illetve az új elektronikus rendszer közel egy évig párhuzamosan fog majd működni. Az Erdélyi Magyar Televíziót László Rozália tudósította Kolozsvárról.